Az ismert dallamokat a több ezres paksi közönség együtt énekelte a zenekarral. A Bagossy Brothers Company 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson. A több éve együtt zenélő erdélyi magyar fiatalok tagjai között egy testvérpár is található, így a zenekar nevét a gitáros énekes Bagossy Norbert és a basszusgitáros Bagossy László családneve ihlette. Zenésztársaik a dobos Bartis Szilárd, a gitáros Tatár Attila és a hegedűn, harmonikán és a billentyűknél játszó Kozma Zsombor. Hál' Istennek nagyon sokat tudunk zenélni, mostanában az elmúlt hónapokban minden hetünk tele van, és még így van egy jó darabig, úgyhogy végre most már a hosszú szünet után újra a színpadon tudjuk nyomni a rock and rollt, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és tényleg koncert által koncert, és nagyon várjuk a ma estét, mert rengeteg ember lesz szerintem ma este, és nagyon nagy buli lesz. Nézek, zuhanok, a zenekar az első évében Erdély számos településén fellépett, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádió adó is. 2019-ben elnyerték az év akusztikus koncertje díjat a Petőfi Zenei Díjon, a 2018. november 5-én rendezett koncertjükért. Igazából mi mindig próbáltuk, nem tudom, a porrat félig teli nézni, meg kihasználni azokat az időszakot, amiket pianissel vagy kreatív munkával lehetett tölteni. Dolgoztunk új dalokon, kreáltunk új klippeket, amikor az 500 fő alatt lehetett kihasználni a koncerteket, akkor mi azt kihasználtuk, nagyon magunkra is szántunk időt, szóval nekünk igazából jól telt, én azt hiszem hullámvölgyes volt, a végén már nagyon hiányzott az, hogy újra csapassunk a húrok közé, de alapvetően kihasználtuk és tényleg próbáljuk mindig pozitívan nézni minden egyes élethelyzetet, amit elingődött az élet. Hoztuk az új lemezünknek a teljes anyagát, hiszen a tavasszal kimaradt a lemezbemutató koncertünk, így egy kicsit ilyen késett lemezbemutatóként fogjuk fel az idei nyarat, és szinte az egész lemez anyagát elhoztuk a mai estére is. Abszolút egyetlen slágert sem hagyunk ki, és minden egyes olyan dalat, amit általában a közönség szokott tombolni nagyon hangosan, azt eljátszuk ma is, és rájuk is bízzuk az ő részüket. Csak egy üres hónap,